Köszöntöm a kedves nézőket, a mai napra készt a Tisza Tánc Együttesnek, pontosabban az Együttes IFI csoportjának szenteljük, mert hogy a hétvégén Nyíregyházán jártak a fiatalok, és nagyon fontos díjakat hoztak el. Na, erről beszélgetek majd vendégeimmel, köszöntelek benneteket a stúdióban. Igazából hárman kellene, hogy itt üljetek, kezdem azzal, aki nincs itt, Bólya Dáviddal, mert hogy a csapat része ő is, most a táncosokat persze itt nem említem, de hát itt van Nánási Alexandra és Kapdeban Szabolcs, mindhárman vezetői, koreográfusai vagytok az IFI együttesnek. Na, nézzük ezt a bizonyos versenyt, a hétvégi nyíregyházi versenyt. Én úgy hallottam, hogy ez egy országos szinten mérve is egy nagyon jelentős versenye az IFI, vagy mondjuk így utánpótlás korosztálynak, jól gondolom? Így van, ez a Martin György Néptánc Szövetség által kiért országos néptánc fesztivál, ugye ifjúságiról beszélünk. Hát az országban kettő ilyen rangos fesztivál van, az egyiket, tehát ezt is két évente szervezik, akár a Szolnoki Néptánc Fesztivált, az egyiket itt Nyíregyházán szokták megszervezni, a másikat pedig tavasszal Pápán. És amikor azt mondom, hogy rangos, ez valóban azt jelenti, hogy már eleve ide bejutni sem. Nem azt mondom, hogy egyszerű, de aki már ide eljut, nevezhet, az már önmagában egy nívó. Ez így van. Itt ezen a versenyen is mondhatni az ország legjobb néptánc együttesei voltak jelen ifjúsági korosztályban, és ezért ehhez nekünk is elég nagy bátorság kellett, hogy közéjük bemerjük nevezni a csapatot, de úgy tűnik, hogy megérte ez a bátorság. Igen, majd, sőt ne is, akkor ha már feldobta a labdát, akkor gyorsan nézzük, hogy milyen díjakat hoztatok el. Hát együttesi szinten ugye két koreográfiával indultunk. Ugye ez a verseny amúgy úgy működik, hogy 15 percet kell táncolni, az vagy egybe táncolva, vagy pedig ketté szedve két koreográfiába, mi a másodikat választottuk, és az együttes a hát nagyon nívós, nívódíjat nyerte meg, hogy így fogalmazzak, illetve kollégáim, Szandi és Dávid a koreográfiájukra kapta koreográfusi külön díjat is. Majd erről is mindjárt beszélünk, és közben nekünk van is egy kis bejátszásom magáról a díjátadásról, reméljük ezt meg tudjuk menet közben mutatni, amíg beszélgetünk. Meglepett benneteket maga a két díj? Persze meglepett, hát az ember azért megy, hogy elhozza a díjakat, de éreztétek, amikor láttátok a táncosokat, hogy ne, ez most jól sikerült? Igen, mind a két számot nagyon erősnek éreztük, de igazság szerint mi magunkat is, és a táncosokat is azzal indítottuk el a versenyen, hogy ez nekünk az első bemutatkozási lehetőségünk a szakma előtt, tehát a tisztes helytállás volt a célunk, ezt a diákok is, és mi is szerintem jócskán felülmúltuk, és nagyon meglepődtünk, mikor a két díjat megkaptuk. A zsűriben, mert ugye ez is tudja a rangját mutatni egy versenynek, kik ülnek, neves táncosok? Neves táncosok, koreográfusok, Kossuth díja, Harangozó Gyula díja, kitüntetett koreográfusok, alkotók. A zsűri elnöke például Szűs Gábor volt, a Jászai Nép Együttes vezetője, ő ugye a Martin Szövetségnek az alelnöke, de mellette ült például Kocsis Enikő, aki a Fitos Dezsőnek ugye a felesége, ők ugye a Szentendre táncegyüttesnek, akkor Sikentán Szilveszter, ő az Örökség Gyermek Néptánc Egyesületnek az elnöke, Taba Csaba, ő volt profi táncos, és ő is alkotódíjas művész, illetve a Makóvinyi Tibor, aki szintén profi táncosként táncolt még a Honvéd együttesben. Szóval nagyon sokat látott, és nagyon méltán kitüntet egy zsűri volt a székekben. Most egy olyan kérdést fogok, tehát egy naív kérdést fogok feltenni, de beszéljünk róla, és nem véletlen teszem fel a kérdést. Én azt gondolom, hogy minden táncegyüttes életében fontos az, hogy hát ezért is tanuljátok a táncokat, hogy bemutatkozhassatok közönség előtt, zsűri előtt, versenyeken. A ti életetekben is egy fél mondatot már, Szandi, mondtad azt, hogy hát az első ilyen komolyabb bemutatkozási lehetőségetek volt, majd aztán mindjárt beszélgetünk arról is, hogy miért mondod ezt, de a kérdés arra vonatkozik, hogy maga az, hogy egy ilyen díjat megkap egy együttes, a jövőjét nézve ez meghatározó tud lenni? Abszolút meghatározó tud lenni, ugyanis ez a táncosoknak egy olyan löketet ad, olyan erőre kapnak, hogy a legközelebbi próbán én biztos vagyok benne, ha bejönnek a próbaterembe, ezerrel fogják tolni. És gondolom a megítélése magának, nem csak a Tiszának, hanem ezen belül ugye az IFI csoportnak. Na, maradjon még nálad a szó, ugye a koreográfusi díjat elhoztátok Bólya Dáviddal, a táncot mutasd be.
A mi koreográfiánk címe Budulhála járás Magyarózdon. Ez egy olyan koreográfia, ami nem csak autentikus, hanem egy kicsit a tematikus oldalba is belekóstol, ugyanis egy alakoskodó népszokást dolgozunk fel, mikor is a lányok a fonóban ülnek és unatkoznak, és megjelennek a fiúk, és ördögmaszkban, orvosnak öltözve, terhesasszonynak öltözve egy ilyen dramatikus előadást adnak a lányoknak, és ebből kerekedik, kibontakozik ki a tánc, és a legvégén pedig a lányok természetesen visszacsapnak a fiúknak, hogy legyen valami csattanó is a végén. Ilyenkor mire kell ügyelned, mert mondod, hogy egy kis dramaturgia van benne, egy plusz játék, de azért meg kell maradni az autentikus táncnak a mesdjéjén. Gondolom én a viseletben, például a viseletben ki az, aki nektek segítséget tud adni? Simonni Antal Melinda, ő az együttesünknek a viseletkészítője, ő varja és ő állítja össze a ruhákat. Itt a versenyen ugyanolyan nagy hangsúlyt kaptak a viseletek, hogy életkornak megfelelő legyen, de olyan apróságig menően, hogy minden lánynak egyforma legyen a szoknya hossza, színben passzoljon hozzá. Tehát itt a fiúknak ugyanígy, minél változatosabbak legyenek a ruhák. És ez például szigorúan nézi is a zsűri? Szigorúan nézi. Már sokat beszéltünk róla, de engem érdekel ez a tánc, úgyhogy egy picit tartsunk a beszélgetésben talán egy 6-7 percnyi szünetet, és nézzük meg ezt a bizonyos koreográfusi díjat elhozott táncot. Türelemmel és érdeklődéssel várom. Thank you.
komolyan mondom, még így a képernyőn látni is felemelő érzés volt, milyen lehetett ott élőben. Szabó Zoltánnak, az egyik táncos apukájának köszönjük a felvételt. Említette Szandi, hogy az első nagy megmérettetés volt, majd aztán valamelyikőtök válaszol a kérdése, mert hogy ugye ez az IFI csoport, ez nem olyan régmúltú csoport. Ez így van, ezt Dáviddal meg Szandival még egy tavaly tavasszal beszéltük, hogy hogy lehetne ugye a tiszatáncjaütnek is ugye a több évtizedes problémáját megoldani, ugye, hogy kevés az utánpótlás, mert ugye a táncosok már elmennek hamar ugye tovább tanulni, és akkor kitaláltuk, hogy mivel mindannyiunknak van saját műhelyei, akár Törökszent Miklóson, ugye Szandinak, meg Dávidnak, akár itt Szolnokon, nekem ugye Rákóczi falván, Zagyvarékoson, hogy, és ugye tudjuk, hogy tehetséges fiatalokról van szó, hogy gyúrjuk őket egy masszába. De úgyhogy a saját anyaegyesülete megmaradjon mindenkinek, és mellette, aki tudja és a pluszokat tudja vállalni, akkor heti egy próbába, kezdetben csak heti egy próbába, így összejöttünk. Bocsánat, a szandaszűrőségeket kifelejtettem. Illetve egy érdekes mondat, hogy mert az utánpótlás tulajdonképpen az utánpótlás az megvan a Tiszának, hiszen a nagyon piciktől, a kis ovisoktól kezdve foglalkoztok, csak valóban egy olyan probléma jöhet, hogy nyolcadikos osztályban a gyerekek azért szétszélednek. Igen. Akár azért, mert Szolnokon vagy éppen az ország más részébe mennek középiskolába, vagy mert milyen egy 15 éves, 16 éves megnyílt előttem a világ, most már vére középiskolás vagyok, és lehet ez egy nagyon jó műhely, egy űrt betölteni. Igen, nekünk is pontosan ez volt a célunk, hogy ezt a korosztályt, a művészeti iskolás korosztályt átvezessük, adjunk nekik lehetőséget arra, hogy legyen egy időszak, amikor átszoknak egy ilyen felnőtt világba, mert ugye már az ifis világ egy kicsivel másabb, mint a gyermek néptánc világ, már egy kicsivel jobban hasonlít, mint a felnőtt néptánc világ, így legyen nekik idejük átvezetődni egy részről, más részről, pedig ne veszítsék el azt a közösséget, amiben eddig működtek, amiben eddig nagyon jól érezték magukat, hanem legyen fórumuk, legyen helyük, ahol ugyanúgy járhatnak hozzánk, meg a többiekhez is. Igazából maga a két díj az önmagában válasz a következő kérdésre, de ti hogyan látjátok meg látjátok szakmai szemmel, és nem feltétlen kell udvariasnak lennetek a táncosok felé, de mondhatjuk azt, hogy ma már azért kinevelődött egy olyan korosztály, akár az ifi korosztályig, vagy még akár fölé is, hogy tényleg lehet rájuk szakmailag alapozni. Abszolút lehet rájuk szakmailag alapozni. Ugye ezen a versenyen, a zsűri értékelésen is kimondták, hogy a 15-18 éveig tartó korcsoportok között mi még éppen, hogy súroltuk a legalsó korhatárt, és ugye ők még nagyon fiatalok bennük, még rengeteg minden van, úgyhogy szakmailag van még velük hova tovább fejlődni, táncilag, de van is bennük jócskán lehetőség. Ha van bennük lehetőség, ez a másik koreográfiában is megmutatkozott, ami ugye a Nívó díjat kapta együtt a másik tánccal. Na ott ketten voltatok, mondjuk így a vezető koreográfusok, mert azért áruljuk el, hogy bár az előzőnél a Dávidat említettelek, most még ti kettőtöket, de ez azért egy közös munka. Így van, ugye hárman vagyunk felelősek a szakmai munkáért, illetve a csoportért, ezért mivel amúgy is barátilag nagyon jó viszonyban vagyunk egymással, összedolgozunk mindig, és ez a másik koreográfia is így született, aminek a címe a Keleti kollázs, ez Szandi adta ezt a címet. Tulajdonképpen a keleti palóságban fekvő gömörvidékét mutattuk be. A kollázs címből ugye adódik a dolog, hogy különböző képeket, amik azon a vidéken felelhetőek, akár eszközös tánc, akár ugye a páros csádás, akár a verbunk, ezeket próbáltuk ki belerakni egy autentikus koreográfiába. Amiről meg azt kell tudni, hogy ez teljesen új volt még, ugye a Dávidék számát már egyszer be tudtuk mutatni, még a nyár elején Törökszent Miklóson, ez viszont teljesen friss, ez most készült el. Ezekből ugye voltak is ebből fakadóan apró kisebb hibák, amiket hogyha esetleg mondjuk lett volna még mondjuk 2-3 hetünk, akkor az nem fordult volna elő, de ennek ellenére a táncosok fantasztikusan megcsinálták. És ami a különbség még a másik táncok kapcsolatban, itt a lányokon 2-3 alsó szoknya volt, ami meg ugye a próbateremben, a próbaszoknya az egy sima kis sejem, vagy nem tudom, javíts ki, vagy neves ki, hogy milyen anyagból, itt viszont 2-3 alsó szoknya, plusz felső szoknya, plusz kötény, plusz blúz, plusz kendő, mindenféle dolog, amivel ugye ritkábban találkoznak a táncosok, és ez is egy újdonság volt most nekik a színpadon, mert előtte még nem nagyon táncoltak
ilyen tömör viseletbe. Ismételten belétekre kezdtem a szót, mert azt mondtuk, hogy két tánccal indultatok, és hát akkor nézzük is meg a második koreográfiánkat, ami nívódias lett, ugye? Nívódias lett mind a kettő. Íme. Thank you.
túl egy ilyen rangos megmérettetésen nem ülnek le pihenni a táncosok. Mire készültök? Hát most a következő nagy etap lesz a decemberi országos ifjúsági néptánc szóló fesztiválra való felkészülés. Ennek ugye van egy elődöntője, ha azon tovább jutunk, akkor februárban lesz a döntője Egerbe, illetve tervek szerint májusban szeretnénk elmenni a pápai, amit ugye az adás elején meséltünk, hogy a pápai ifjúsági néptánc fesztiválra is. Sok sikert a jövőre nézve is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Innen üdvözlöm a táncosokat. Átadjuk. Kedves nézők, önöknek köszönöm a figyelmet, ez volt a mai Tisza táncos napra kész. Viszontlátásra! A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella, Powerpol textilszobrász, oktató, ökodizájner.